4 órás foglalkozásokon a 8-10 fős csoportoknak mentőtisztek tanítják meg a gyakorlatban, mi a teendő baleset esetén. Igyekszünk az újraélesztésre és a balesetek során bekövetkezett sérülésekre, káreseményeknek a feloldására összpontosítani. Az Alko Alapítvány kiemelt céljai között szerepel az egészségvédelem, ezért döntöttek úgy dolgozóik kérésére, hogy támogatják a tanfolyamsorozatot mintegy 15 ezer dollárral. Részt vett néhány kollégánk ilyen életmentő első segélynyújtó tanfolyamon, és mivel ők szerették volna az, hogy ez a többség számára legyen elérhető, így tényleg kapóra jött az, hogy egy ilyen igény is jelentkezett. A program az egészségfejlesztési terv keretében valósul meg. Az információk átadása, az egészségkultúra, az egészségre nevelés terjesztése, ez nagyon fontos feladata egy önkormányzatnak, és ezért köszönjük a lehetőséget, hogy az Alko Alapítvány jóvoltából lehetőségünk van ezt a nagyszámú tanfolyamot megtartani. Jövőre összesen 180 tanfolyamot szerveznek, melyekre a Humán Szolgáltató Intézetnél lehet jelentkezni. Nem csak a diákok, de akár a nyugdíjasok és az aktív dolgozók részvételére is számítanak.